581. nap. Tegnap sok hír érkezett Észak-Keletről. Itt az ukránok az elmúlt napokban annyi sikeres támadást hajtottak végre, hogy Kursk polgármestere úgy döntött lemondja a város születésnapi ünnepségét. Először is tegnap az ukrán különleges erők sikeres dróncsapást hajtottak végre ebben a régióban. A dróncsapás célpontja egy Snagost melletti alállomás lett, amely legalább hét települést látott el árammal, és ennek következtében az összes közeli településen áramszünet volt. A csapás célja az volt, hogy megbénítsák a határ közelében lévő orosz katonai egységek áramellátását. Ezzel egy idejűleg az ukrán hírszerzés vezetője arról számolt be, hogy az orosz önkéntes hadtest, amely az ukrán oldalon harcoló orosz állampolgárokból álló különítmény, újabb rajtaütést hajtott végre a Kurszki területen. A felkelők átlépték a határt, megtámadták az orosz határőröket és katonákat, veszteségeket okoztak nekik, majd visszatértek. Ezt megelőzően az ukránok magát a régió központot is megtámadták. A helyi lakosok arról számoltak be, hogy több robbanást hallottak, és mint a felvételekből kiderült, legalább egy drónnak sikerült eltalálni a célpontját. A drón az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat főhadiszállását találta el. Később orosz források megerősítették, hogy néhány drónnak sikerült áthatolnia a légvédelmen, és további pontosítás nélkül megjegyezték, hogy egy közigazgatási épület megrongálódott. Egy másik robbanást a város külterületén a Halinói repülőtér közelében regisztráltak. Helyi lakosok arról számoltak be, hogy valami eltalált egy olajraktárat a repülőtér közelében. Érdekes módon drónokat nem észleltek abban a térségben, ezért egyes források azt feltételezik, hogy a robbanás a repülőteret védeni próbáló orosz légvédelem meghibásodásának utóhatásaként történt. Egy nappal korábban az ukránok pontosan ezt a repülőteret támadták eredményesen. Ezúttal azonban a repülők helyett a közeli településen lévő főhadiszálláson tartózkodó pilótákat és parancsnokaikat vették célba. Közvetlenül a csapás után néhány orosz katonai blogger részvétnyilvánításba kezdett, ami azt mutatja, hogy a csapás valószínűleg sikeres volt. Később az ukrán hírszerzés arról számolt be, hogy a helyszíről szerzett információk szerint a 14. repülőezret parancsnoka, legalább egy helyettese, a pilóták egy csoportja és a biztonsági szolgálatok egyik képviselője vagy megsebesült vagy meghalt. Az eseményekkel teli hét miatt Kurszk polgármestere úgy döntött, hogy lemondja a város születésnapjának tűzijátékkal való megünneplését. Az ukrán drónokat tegnap Briansz térségében is észlelték. Egyes elemzők azt állították, hogy a drónt felderítésre használták, mert nem a szokásos támadásokhoz használt modell volt, így a drón valószínűleg az orosz légvédelmet tesztelte a térségben egy nagyobb csapás előtt. A belgorodi régióban megjelenő drónok hagyományos típusúak voltak. Ahogy az a felvételeken is látható, ez ugyanaz a drón, amelyet az ukránok számos csapáshoz használtak, többek között a Moszkva elleni támadásokhoz is. A helyi lakosok robbanásról számoltak be valahol De Mirivka közelében, azonban a régió alacsony lakosság száma miatt a robbanást nem sikerült videón rögzíteni. Emiatt ezt a csapást az orosz források azonnal meg nem történtként kezelték. A legnagyobb támadás a Luhanszki területen történt. Itt az ukrán erők egy hatalmas lőszerraktárat vettek célba, amelyet az oroszok hoztak létre egy egykori gyár területén. A gyár mélyen a hátországban található, ahol 2014 óta nem folynak harcok. Az oroszok rengeteg lőszert halmoztak fel a háborús események által eddig megkímélt létesítményben. Orosz források arról számoltak be, hogy a csapást Storm Shadow rakétákkal hajtották végre, amelyeket a célponttól 150 km-re lévő Kramatorsk térségéből indítottak. Orosz elemzők rámutattak, hogy a Luhanszki térség hátországában már jó ideje nem fordult előcsapás. A gyors váltás arra utalhat, hogy az ukránoknak komoly tervei lehetnek a Szoledár és Bakhmut csoport bekerítésére vonatkozóan. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.